Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része. Holnap egy különleges rendezvény lesz Tiszavasváriban. Öhönforgató verseny és néptánc találkozó május 20-án, de a részletekről a vendégeim mesélnek. Itt van Bohács József, az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár igazgatója, Juhász Borbála munkatársként, szervezőként, és hát Szőlősi Ágnes is, ugye itt van, te is szervezőtagként. Meséljetek, hogy mi is ez a különleges rendezvény. Nézzük először a délelőtti részt, hiszen akkor nem csak az öhönforgatási, hanem a néptáncosoké lesz a főszerep. Így van, a délelőtt folyamán 10 órától délig a táncosoké lesz a főszerep. Néptáncos gyerekek, általános iskolai tanulókról van szó, akik a helyi művészeti iskola tanulói, illetve szomszédos települések művészeti iskoláinak a diákjai. Úgyhogy ismert csoportokról van szó, a közönséget vonza nagyon-nagyon, hiszen a néptáncot a felnőttek nagyon szeretik, a nagymamák, családokat kivonz már a délelőttnek ez a része, úgyhogy a táncosok létszáma az körülbelül olyan több mint 200 fő lesz. Ejha. Úgyhogy ez a 2 óra hosszát teljesen be fogja tölteni. És nagyon jó hangulatban telik ez a délelőttnek ez a része, hiszen a táncosok régió ismerősökként köszöntik egymást, hiszen szakmabeliek mindegyik a koreográfusok, úgyhogy a kapcsolat az nagyon jó egymás között is, és örülnek eznek a találkozásnak is. Én annak is nagyon örülök, hogy összehoztátok ezt a két dolgot, mármint, hogy néptánc, de közben étkezzünk, együnk finomakat, kóstoljunk különleges dolgokat. Józsi, hol lesz a helyszín, tehát mi lesz a központ, illetve az öhönforgatás, az mikor és hogyan kezdődik? Már gondolom az is a délelőtti órákban, vagy reggeli órákban. Reggel 7-kor kezdődik maga a rendezvény, és teljesen 22 óráig tart. Egyébként hagyományosan már Tiszavasvárinak a városi strandfürdőjén rendezzük meg ezt a programot. Reggel 7-kor jönnek a csapatok, és akkor már meg lehet gyújtani utána a tüzet. Aztán 9 órakor van egy olyan momentuma ennek a rendezvénynek, hogy akkor a csapatok, akik versenyeznek, akkor húzzák ki ezeket a sorszámokat, és a zsűri ennek alapján fogja eldönteni. Tehát titkos a dolog. Aha. Teljesen titkos. Aha. Az viszont nem titkos, hogy a zsűribe olyan személyek vannak, mint Pataki Péter, aki azért egy országosan elismert séf. A helyi... Hát azt lehet mondani, hogy az étkezési Kft.-nek a vezetője lesz a másik zsűri, és a polgármesterünk a zsűri harmadik tagja. Ráadásul nem csak az, hogy titkos, hanem amikor mondjuk valaki főz, akkor ezért a végén jutalom jár. Mégpedig az első helyezett egy 40 ezer forint értékű utalmányt kap, a második az 25 ezer forintot, és a harmadik csapat az pedig 15 ezer forint értékben. Gondolom már nem lehet jelentkezni, hogyha valaki felkapta a fejét, hogy én most hétvégén meggazdagszok, mert hogy gondolom már a jelentkezési határidő letett. Hány csapat jelentkezett? Csütörtökön délben leállítottuk a jelentkezést, az a helyzet, hogy most már 65 csapat jelentkezett. Ez azt jelenti, hogy a csapatok azért az 5 főstől teljesen a 130-150 fős csapatokig vannak, tehát ez most körülbelül olyan 1400 embert érint, tehát 1400 ember fog főzni. Na és mi az öhön? Mert biztos vagyok benne, hogy amúgy van, aki nem hallotta még ezt a dolgot. Itt az öhön tulajdonképpen a slampulc, szerintem a lányok jobban el fogják tudni mondani, hogy... Akkor gyorsan, Bori, mondd el, mi is ez az öhön? Ez férfi. Krumplistészta. Annyiban különbözik az öhön a sima krumplistésztától, hogy ugye szalonnás alappal készítjük oda, és akkor már van egy füstölt íze. És utána, ami nagyon-nagyon fontos, és ezt ne felejtsétek el, 33-szor kell megforgatni az öhönt, és ez csak klasszikus vasbográcsban lehet. Tehát nem lehet zománcos bográcsban, amiben levest szoktunk főzni, hanem klasszikus vasbográcsban, mert abban tud megfordulni, ha elég zsíros. Tehát elég sok szalonna kell bele. Menet közben is, ahogy pirul föl, mindig engedi ki a szalonna újból a levét, és akkor, mármint a zsírját, és akkor attól egyszer csak összeáll egy ilyen gombócá, és akkor az így magától megfordul a bográcsban. És ezt 33-szor kell így össze-vissza forgatni, jobbról-balra, balról-jobbra, előről-hátra, hátulról-előre, és amikor már jól körbepirult, akkor van készen az öhön. Hát ez egy másfél-két órás szertartás, és sose bírtam még kivárni, mert egy krumplistészta állapotában eszem belőle. De egyébként finom, csak akkor már szerintem nagyon nehéz.
amikor már így felpörül? Hát ez majd kiderül. Szerintem a 65 versengő csapat lesz, aki így csinálja, lesz, aki úgy csinálja, majd így kiderül van. Ez. De gondolom nem feltétlen csak néptáncosokat lehet nézni, meg nem feltétlen csak öhönt lehet kóstolni, hanem lesz más is. Milyen igen, programok igen, lesznek igen. A délutáni program a színpadon az úgy néz ki, hogy megmutatják magukat a mi kis helyi tánccsoportjaink, a Street Dance Tánc Studio, az Y2K, aztán ott lesz Feli Manázia, aki a helyi kickbox jeles képviselője nálunk, ami egy nagyon kiváló harcművészeti sport, és azért szeretjük nagyon az ő programját, mert Feliről tudni kell, hogy szenegáli, tehát full fekete, és szenzációsan beszéli a magyar nyelvet, ami azt jelenti, hogy alig beszél magyarul még mindig. És ezért nagyon... ki tudja mondani? Ki, azt már ki tudja, igen. És nagyon-nagyon jó pofa, egy igazi showman, és ő fog majd a csapatával kickbox bemutatót tartani. Nehéz, mi örülök, hogy nem kellett kimondani. De lesz még Vogue Divat show. Aha. Segítsetek, mit hagytam ki? Ja, hát a Karma Pirin, a nagy sztárjaink, Karma Pirin Szakos Andival, akkor lesz még Dolly-ról, és a végén pedig a Szív Tipról együttes fogja az utcabálhoz a zenét szolgáltatni, amit remélünk, hogy ott marad a csapatok egy része, mert azért mindenki úgysem fog, és ott táncolnak majd a színpad előtt. És természetesen a zsűrizés alatt, és amíg ebédelnek a csapatok, addig azért a jó ebédhez szólanóta az elmaradhatatlan. Jó ebédhez szólanóta. És vannak, mert van egy gyereksarkunk, ahol különféle foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek. Van egy íjászudvarunk, ahol a régi hagyományos magyar névviseletben, jurtában be lehet menni, lehet íjászatot kipróbálni, karikás ostorral lehet csapkodni. De vidám park is van. Olyan rendezvény, ami mindenkinek a szívét meg fogja dobogtatni, mert lesz itt zene, tánc, étel, népi, hagyományos dolgok, tehát hagyományőrzése is lesz lehetőség. Hát én csak egyet tudok kívánni nektek, iszonyat jó időt, bár az elmúlt napok szerintem így bebiztosították, hogy holnap is jó idő lesz. Igen. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és akkor lényegében már 7-8 órától már lehet kimenni az illatokat így begyűjteni. Úgyhogy ott a helyetek. Ott a helyünk, a nekünk is. Így van, így van. Önöknek pedig egy különleges kiállítást ajánlunk, a Nyíregyházi Egyetemen nem akárhol lehet megnézni ezt a tárlatot, íme a részletek. Interaktív Land Art kiállítást nyitottak meg a Nyíregyházi Egyetem mellett az erdőben. A művészek mindannyian diákok és nagy alkotóvágyjal hagyták hátra a műtermet, hogy a természeti környezet formavilágát és alapanyagait használják fel szabadtéri installációikhoz. Öten vagyunk. Öten készítettünk itt most jelenleg az erdőben munkákat, fejenként egy-egy munkát. Én egy kötélből létrehozott kockát készítettem, úgynevezett erdőkockát, ahogy én nevezem, és hát nagyon jó hangulatban teltek ezek a folyamatok, ezek a kivitelezések, hiszen itt most egy olyan helyen voltunk, hogy tehát nem a műteremben, nem otthon a szobában, a négy fal között, kint a természetben, a szabadban, a friss levegőn, és azért ez egy teljesen más érzés, teljesen más dolog, mint a négy fal közt alkotni. Milyen amúgy ez a stílus, vagy ez a műfaj számodra fiatal alkotóként, mennyire magával ragadó esetleg ez a stílus, ez a lehetőség? Pont talán a szabadság miatt lehet érdekes számotokra. Igen, ez egy nagyon fontos kulcs szava az egész stílusnak, tehát maga a szabadság az, hogy az emberek ezáltal is kimozdulnak a természetbe, a szabadságba, tehát kicsit kizökkenti őket ebből a felgyorsult életmódból, nem kell gondolkodni, itt egy kis harmóniára talál, sétál az erdőben, és eközben az egy csodás dolog, hogyha ilyen műalkotásokkal találkozik, és esetleg még ez is további harmóniát teremt lelki békét számára. Természetművészet, land art, nature art, többfajta megnevezés is létezik egymással párhuzamosan. A múlt század 60-as, 70-es, 80-as évek
folyamán az egészen a mai napig élő műfaj. Tavaly volt egy nagyszabású kiállítás a műcsarnokban, melyen nagyon sok természetművész bemutatkozott. Nekem is vannak személyes kedvenceim, Andy Goldsworthy például, Richard Long, mit mondjak még erről a műfajról. Itt talán nem is a műfaj érdekes, hanem hogy a tanulók a kreativitásukat használva mit tudtak kihozni ezzel a nagyon szűkös eszközállománnyal, ami rendelkezésükre állt. Mi ez a szűkös eszközállomány? Milyen alapanyagokat, eszközöket használhatnak ennek a stílusnak a kivitelezésére? Igazából kristálytiszta lett volna az, hogyha csak azt használhatják, amit a természetben találnak. Ilyen és ebből a szempontból példaképpen Andy Goldsworthy, akit az előbb is említettem, azon kívül használtak olyan nem a természetben talált alapanyagokat is, amiket a mindennapi élet folyamán felhasználunk. Mennyire nyitottak erre a stílusra, műfajra a diákok ön szerint? Hát nagyon. Hát örülhetnek, hogy kijönnek egy kicsit a természetbe, nem a négy fal között vannak, nem egy szokványos másod le típusú feladat van, hanem mondjuk ez a nehézsége is ennek a műfajnak, hogy gondolkozni kell. Tehát legegyszerűbb valamit megnézni, lerajzolni, lemásolni azt, amit látnak. Itt viszont kihozni valamit ezekből a... Tehát egyrészt van a természet gazdagsága, a másrészt pedig mégiscsak szűkös az, amit ebből egy művész fel tud használni, amit a gazdag természethez egyáltalán hozzá tud adni. A kiállítás a következő napokban még biztos látogatható, bár ez függ az esetleges huligánoktól és az időjárástól is. A műsor elején azt ígértem, hogy vendégem lesz egy örökbefogadható kiskutya. Hát másképp alakult az élet, de ettől függetlenül van kutyusa a Weekend stúdiójában. Bercinek hívják, és a gazdájával érkezett, Tóth Mariannal, az Állatbarát Alapítvány telephely vezetőjével. Sziasztok! Szia! Beszélünk majd Berciről is egy kicsit, hogyha úgy van, de mesélj először az Állatbarát Alapítványról, hogy mi újság van nálatok, milyen lefedettséggel, teltházzal vagy sem működtök most? Teltházzal működünk, 120 férőhelyen 170 darab kutyusunk van, és cicával pedig 56 darab a létszámunk, amilyen 20-30 férőhelyjel bírunk. A cicáknak a létszáma az elmúlt egy hónapban duplájára emelkedett, tehát egy hónappal ezelőtt volt 26 darab cicánk, most van 52. Kutyusokból pedig rengeteg érkezik az elmúlt hetekben, akik kölykök, leginkább kölykök, valamint ivaros kankutyák, akik a tüzelési időszak miatt otthonról elszöknek, és hát ugye mennek a lánykutyusokat keresni. Baleset éri őket sajnos emiatt is. Ugye most így a tavasz lecsengése, talán ez a sok-sok új kölyök kutya, gondolom van, amikor almostól kaptok kölyök kutyákat, őket, vagy akár a nagyobbakat, hogyan lehet örökbe fogadni, mert szerintem sokan azt hiszik, hogy bemennek, rámutatnak mondjuk Bercire, és akkor így fogják is, és hazaviszik, de gondolom azért nem ilyen egyszerű ez a dolog. Mindenképp kérjük, hogyha lehet többször jöjjenek itt találkozni személyesen az állatokkal, ismerik meg, egy kölyök kutyának is vannak viselkedései. Tehát, hogy milyen rossz szokásai vannak, egy kölyök kutya nagyon sokat rág, nagyon sok kárt tud okozni egy lakásban, mindig felhívjuk az örökbefogadóknak a figyelmét erre, hogy ezt így kalkulálják bele a kiskutyás életbe, valamint kutyusainknak, tehát oltási programon kell átesniük, 3 oltást kell kapniuk, minimum másfél hónap, mire ők örökbefogadhatóak, addig pedig ideiglenes kihelyezésbe lehet őket elvinni. És akkor gondolom, ilyenkor meg is nézitek, hogy az adott örökbefogadó milyen körülmények között tartaná a kutyát, stb. Vagy ez már csak egy ilyen én általam elképzelt világ? Lehetőségeink szerint természetesen ellenőrizzük, de sajnos nincs erre kapacitásunk, hogy minden egyes örökbefogadót leellenőrizzünk.
Bercivel kapcsolatosan annyit engedj meg, hogy a nézőknek elmondjunk, hogy úgy volt, hogy egy sérült, kínzott kutyust tudsz majd behozni, de másképp hozta az élet, orvosi ellátásra volt szüksége, így maradt Berci, ugye a te saját kutyusod. Nagyon sokan biztos így meg akarják tudni, hogy mi újság van Fülöppel, egyáltalán biztos valaki tudja, valaki nem tudja, hogy ki ő. Jó pár héttel ezelőtt bejelentés alapján kimentetek egy helyre, és Fülöp kutyára rábukkantatok, az állapotáról mesélj te egy kicsit, hogy hogyan, milyen állapotban találtátok meg, és hogy hogy van ő most. Szörnyű állapotban találtuk meg Fülöpöt, tehát a mentős kollégánk szó szerint elborzadt azon, amit ő látott, pedig rengeteg szörnyű dologgal találkozunk. Most jelen pillanatban fent van Budapesten az Állatorvostudományi Egyetemen, meg volt ez a tápszonda beültetés a gyomrában, amit így tulajdonképpen kívülről letetik egy kis szondán keresztül a kutyát. Elkezdték a múlt hét hétvégén nála a szájon át való etetést, ami nagyon jól alakul. Sajnos ez a folyamatos, van egy folyamatos nyázása, ami ilyen dél és 3 óra közt elindul nála, és utána, tehát az nagyon-nagyon kimeríti. De ezt leszámítva, tehát jól van, rengeteget fogyott, tehát azt kell mondjam, hogy soványabb, mint amikor bekerült hozzánk, de ugye ez annak is köszönhető, hogy ő elkezdett gyógyulni, aztán itt a nyelőcső problémái miatt volt szükséges ez a szonda beültetés. Most ott állunk a tegnapi állatorvosi beszélgetésünk után, hogy jövő héten szeretnék neki a nyaki plasztikai műtétet. Mert azért van erre szükség, mert ugye úgy tartották őt, hogy ilyen nagyon szorosan, konkrétan hát már az egész nyaki csontjára volt ránőve az a vaslánc, amivel igen, tartották. Igen, sértette a nyelőcsövét, légcsövét is. Most ez a hegesedés, ami elindult nála, a sebgyógyulás miatt van egy hegesedés, ami attól tartanak, hogy ez sérteni fogja neki a nyelőcsövet, légcsövet, és emiatt szükséges lenne minél hamarabb a plasztikai műtét. Viszont ugye kétséges, hogy az állapota javult, nagyon sokat javult, úgymond most már, ahogy fogalmazott a doktornője, tegnap reggel igazán kutyás volt, tehát olyan igazi kutyaként viselkedett, tehát érdeklődött, nézelődött, bokorba fekszik, szereti a napsütést és szereti a füvet. Szerintem akkor minden rendben lesz Fülöppel is, meg hát a sorstársaival is, mert sok hasonló kutya érkezik be hozzátok? Sajnos elég sok ahhoz képest, tehát amikor Fülöp érkezett, aznap jött még egy kutyusunk, előtte pedig egy héttel 2 darab ilyen kutyus, tehát egyszerre 4 ilyen kutya volt a gondozásunkban is, van is jelen pillanatban. Ők gazdikeresők, mind Fülöp kivételével, de a többiek igen. Tehát akár ők már gyógyultak, igen. Tehát gyógyult, ám megkínzott lelkű, testű kutyákat is lehet örökbe fogadni. Igen. Ők amúgy mennyire szocializálódtak a társakhoz, az emberhez, tehát azért a bizalmat elvesztik az ilyen jellegű kutyusok? Nem, meglepő, hogy nagyon-nagyon bíznak ugyanúgy az emberekbe. Darwin, ő az egyik kutyusunk, aki Fülöppel egyszerre jött, ugyanaz nap tulajdonképpen. Ő teljes mértékig egy játékos, egy fiatal kutyus, aki alig várja, hogy az emberekkel sétáljon, játszon, kutyákkal találkozzon. Linda kutyusunk a másik, aki szintén ugyanilyen nyaki sérüléssel érkezett hozzánk, ő is végtelenül kedves, barátságos, úgyhogy várják az örökbefogadókat. Hát és rengeteg kutyust meg cicát lehet akár örökbefogadni nálatok, ahogy mondtad, erőn felül teljesítetek napról napra, tehát azért jóval több kutyus van bent, mint amennyi elvileg lehetne, tehát a férőhely számot, hogyha nézed. Most jön a meleg, és látom, hogy Bercinek is nagyon melege van itt a stúdióban. Tényleg csak egy percet beszélgessünk arról, hogy mit érdemes amúgy ebben a melegben kutya, macska, kisállattartóknak figyelembe venni, mire figyeljünk, hogyha betoppan esetleg a hirtelen jött tavasz után a hirtelen jött nyár. Első és legfontosabb, autóban soha ne hagyjunk, még egy fél percre sem kutyát, tehát rettentő hamar hőgutát tudnak kapni, és abba el is pusztulhat. Mindenképp azt javaslom és tanácsoljuk mindig, hogy naponta többször friss vizet töltsenek, esetleg cseréljék a vizet, ha lehet, akkor vizes fürdőt, vizes lepedővel hűteni a kutyusokat, törölközővel, úszni, vinni őket, és mindenképp árnyékos hely.
Én nagyon szépen köszönöm, Marian, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Majd, hogyha kimegyünk, akkor kap frissizett Berci, de önöknek, hogyha jól tudom, akkor programajánlóval kedveskedünk. Nem sokára jövünk vissza. Régészet napja lesz a Porondon. Manapság már mindennek, még a törölközőnek is van napja, de nem erről fogunk beszélgetni vendégemmel, hanem a régészet napjáról, a József András Múzeumból érkezett Jakab Attila osztályvezető régész, szervusz! Mivel fogtok készülni 26-án? Nyíregyházán milyen programokat fogtok megvalósítani ennek apropójából, a régészet napja alkalmából? Igen, a régészet napja egy több évre visszatekintő hagyomány már Magyarországon is, idén is több mint 20 múzeum, illetve nyilván gyűjtemény is csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez is. A hagyományoknak megfelelően a Nyíregyházi József András Múzeum is becsatlakozott. Jövő pénteken lesz a mi programunk megtartva, és tekintettel arra, hogy most szerencsés módon az ásatások elkezdése, illetve a régészet napja párhuzamosan történik, tehát hogy mind a kettő bemutatható, és látogatókat tudunk ezzel vonzani, ezért az ásatásra koncentrálnak ennek keretében. Hogyan? Igen, a program keretében lehetőség nyílik majd egy ásatás meglátogatására, amelyik itt van nem messze Nyíregyháza határától, és hát ott tulajdonképpen élőben szemtől szembe lehet találkozni a régészettel, hogy nem csak a tévékből, filmekből lehet ezzel megismerkedni, hanem itt van köztünk lényegében, és hogyan ezt tudjuk megmutatni. Hogyan tudjátok ezt kivitelezni? Gondolok itt arra, már bocsánat, hogy szabadba vágok, de hogyha valaki érdeklődik, és azt mondja, hogy igenis, szeretnék ott lenni a régészet napján, szeretnék elmenni erre az ásatásra, megnézni, hogy egyet ez hogy működik, akkor mindenki saját maga autójába beül, és akkor kimegy egy találkozási pontnál, vagy ilyen szervezetten tudjátok esetleg az embereket mozgósítani, hogy fog működni? Többféle megoldás is van, lehet egyénileg, családilag is megközelíteni a területet, illetőleg három időpontban fog indulni biciklistúra a múzeumtól, illetve 3 alkalommal tervezünk autóbuszos indulást is a múzeumtól. Ó, nagyon szuper! Az elindulás az minden esetben a múzeumtól van, hiszen ott kell gyakorlatilag regisztrálni, ez részvételi díjat is tartalmaz. A buszos kirándulás egyébként ott ugye ma részvételi díj, de külön a buszért természetesen azért nem kell fizetni. Viszont magáért, hogyha kimegy az ember az ásatásra, azért nyilván valamiféle program is jár ezzel. Tehát, hogy meglátogathatják, megnézhetik az érdeklődők az ásatást, kérdezhetnek, nyilván lesz egy szakmai vezetés. Mindenki tudja, hogy ha előkerül valami a földből, az bizony piszkos, mocskos, tehát hogy hogyan történik ezeknek a leletanyagoknak a mosása, ki is lehet próbálnak így. Gondolom nem sterimóval. Nem kimondottan, lehet rajzolási próbákat tenni, tehát ez a dokumentálás hogyan történik, fényképrajzolás, ez mit jelent a valóságban, illetőleg lesznek hagyományőrző kollégák, akiknek segítségével tűzgyújtás lehetőségi módszerekkel kipróbálni, illetőleg íjászatra is van majd lehetőség. Hoztál egy pár dolgot ide a stúdióba, konkrétan ez a Mi kell a régésznek című fejezet. Igen, hát következik. Remélem, hogy aki el fog jönni erre a programra, az majd adott esetben személyesen is kézbe veti ezeket a szerszámokat. Csak zárójelben megjegyzem, jövő szerdáig várnánk egyébként. A múzeum honlapján fent van a program, és a Facebook oldalán is, hogy pontosan milyen programokkal várjuk, és hol lehet jelentkezni, és kinél, és milyen telefonszámon. Tehát, hogy szerda délig várnánk a buszos kirándulásra a csoportokat, osztályokat, részvevőket. Akik, ha kiérnek az ásatásra majd, többek között ilyen szerszámokkal, eszközökkel is szebbesülhetnek. Ez egy kolléganőmnek a felszerelése. Látom, hogy elengedhetetlen például a toll, a ceruza, hogy akkor feljegyzéseket tegyetek róla. Ásatásnak dokumentálni és dokumentálása az nagyon fontos, hiszen anélkül tulajdonképpen elszáll minden, amit csinálunk. Ecsetek is vannak. Mindenféle méretű ecset található és látható itt, ez nyilván a munka mienség, az előkerült leletanyag dönti el, hogy mikor melyiket kell használni.
Hát ugye az ásatáshoz elengedhetetlen az, hogy méricskéljünk, kis centiméterek, milyen hosszú, milyen mély, hol találtuk, és ehhez kapcsolódó mérések. És vésők is vannak, vagy mik azok? Nem, ezek spaklik. És spaklik, aha. Ezek a bontószerszámok, a finomabb munkákhoz, hát ezeknek alapvetően értékesebb, vagy különlegesebb leletanyagnálak sírok bontásánál van jelentősége. Láthatunk itt az asztalon egy ilyen kis kaparószerszámot, tehát ennek a szakmai neve horoló, hát ezzel tulajdonképpen a földet lehet szép simára gyalulni, hogy meglássuk, amit meg kell látnunk, illetőleg hát talán mindenki is felismer ezt a kis szerszámot, de ezt a régészek is használják, nem csak a térképészek, egy tájuló, amivel például meg lehet mondani, hogy egy sírt az pontosan hány fokkal tájolták, milyen irányba, és hát egyéb ilyen hasznos dologra alkalmas. Milyen programok lesznek még a központban, tehát a múzeumban? Tehát gondolom nem csak onnan indultok, hanem akkor ott is lesznek események. Igen, megmondom őszintén, hogy először is arra appellálunk, hogy nem lesz rossz időjárás, tehát hogy az elsődleges program mindenképpen hát az ásatás. Hát így kellene kiindulni. De mindettől függetlenül nyilván van egy B-terv, de én nem is mesélném, mert az egy B-terv, de program viszont ennek ellenére lesz a nap folyamán, méghozzá 16 óra 30 perckor nyílik majd egy kis fotókiállítás a múzeumban, amit nem mellékesen Csabai László fog majd megnyitni. A kis kamara kiállítás, fotókiállítás az az életképek címszóval jellemezhető. Ugye egy ásatásra nem csak fényképezni kell a jelenségeket, hanem mindenféle dolgok történnek az emberre, vagy lát olyan érdekes dolgokat, amit érdemes megörökíteni, egyáltalán hogy zajlanak egy ásatási mindennapok, és ebben a kis kamara kiállításban ezekből a fotókból egy válogatást mutatnánk be. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és akkor önöknek, kedves nézők, akkor egy összegzést hagy mondjak. Május 26-án régészet napja a Nyíregyházi Józsa András Múzeumban, hogyha tehetik, akkor mindenképpen látogassanak el a programra, akár ahogy ugye Attila is említette, hogy egy ásatásra is el lehet jutni, biciklivel, autóval, busszal, nézzék meg a Facebook oldalát, vagy éppen a honlapját a múzeumnak, és ne feledjék, hogy még tart a főhe, szombat este és különböző koncertek várják önöket, illetve május 20-án, azaz holnap, Rakamazon Turul ünnepet tartanak, rengeteg program lesz most hétvégén. Én köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva találkozunk, addig is szép hétvégét, jövő hétre pedig kitartást. Viszontlátásra!